Sziasztok! A mai egy nagyon rövid, beszélgetős videó lesz, mert az utóbbi hónapok visszajelzései kapcsán van pár dolog, amit könnyebb és talán jobb is videóban tisztázni, mint minden komment alá külön lepötyögni. Nem is húzom az időt, az egyik ilyen például, hogy miért van sok vágás a videókban. Helyzet az egyrészt, hogy ahol én lakom, elég sok a háttérzaj. Van repülő, vonat, autó, sziréna, kutyaugatás, család, stb. Amit igyekszem a lehető legnagyobb mennyiségben kiszűrni a videókból, és ez bizony vágásokkal jár. Másrészt sajnos nem vagyok megáldva azzal a különleges tehetséggel, hogy összefüggően tudok bármiről beszélni megállás, hiba, baki, egyéb nélkül kamera előtt. Komolyan, minden tiszteletem azoké, akik vágás nélkül végig tudnak dumálni 15 percet, én sajnos nem ilyen vagyok. A kamerának beszélni számomra sokkal nehezebb, mint egy élő emberhez szemtől szemben. Úgyhogy ehhez kell a gyakorlás. A másik dolog, amivel gyakran találkozom, és nagyon fontos megbeszélnünk, az a ló színek. Sok a félreértés, aminek bevallom, van is némi valóság alapja, mert amikor a csatorna indult, még én sem tudtam egészen pontosan, hogy milyen módon szeretnék beszélni a lovak színéről, és ez a korábbi videókban eléggé fel is tűnik. Később aztán úgy döntöttem, hogy mivel nem igazi, hanem műanyag lovakról beszélgetünk, a videókban a figurákon lévő festék színét próbálom meg körbeírni, ami viszont semmilyen esetben sem lesz pej, fakó vagy épp deres. Ezért kerül megemlítésre helyettük a barna, a fehér, a krém szín és hasonlók. Ez viszont semmilyen szinten sem jelenti azt, hogy én nem ismerem és nem tudom pontosan megnevezni a lovak színeit, úgyhogy a félreértésekért elnézést kérek, a videókban viszont a továbbiakban is a figurákra fújt festék színét fogjuk tárgyalni. Igazi lovak esetén természetesen a hivatalos megnevezést fogjuk használni. A következő apróság, ami néhány komment esetében felmerült, a figurák bemutatásánál, amikor én azt mondom, hogy valami itthon nem kapható, az arra vonatkozik, hogy abban az időpontban, amikor a videó készült, még tényleg sehol nem volt a játékboltokban megtalálható az adott termék. De az idő telik, a videókat visszamenőleg nem tudom szerkeszteni, és nyilván a népszerű játékok előbb-utóbb eljutnak hozzánk is. Úgyhogy a lényeg, hogy mindig nézzétek meg a dátumot kommentelés előtt, mert ebből is félreértés adódhat. Lehet, hogy egy tavalyi videóban azt mondtam, hogy valami akkor nem volt kapható, de idén már ott figyel a játékboltok polcain, így nyilván ez az információ abban a videóban már érvényét veszti. Az utolsó dolog, amit fontosnak tartok kiemelni a csatornával és főleg a nyereményjátékokkal kapcsolatban, hogy én sajnos nem vagyok olyan szerencsés, hogy bármelyik állatfigurákat gyártó cég engem szponzorálna, támogatna, így minden bemutatott figura saját magam által eredeti áron vásárolt termék, ez mind-mind az én saját költségem. És aki a hobbiban jártas, tudja, hogy ezek nem olcsó dolgok, és a postázás sem épp pénztárca kímélő. Én nem vagyok milliómos, minden nap keményen dolgozom azért, hogy a gyűjteményemet tudjam bővíteni, és olykor-olykor a nézőimnek is tudjak kedveskedni valami aprósággal. Ezt szeretném, ha az elégedetlen kommentelők szem előtt tartanák a továbbiakban. Nyilván, akinek nem inge, nem veszi magára. Remélem sikerült néhány kérdést megválaszolnom, illetve a félreértéseket helyrehoznom. Ezzel a pár felsorolt dologgal, ha bármivel kapcsolatban még felmerül kérdés, írjátok meg itt a videó alatt, igyekszem rájuk mielőbb válaszolni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!